Napsütéses, csodálatos napot, drága hölgyeim! Ismét átalakítunk. Éppen Piroskára várok. Piroska 52 éves, velem egyidős. Viszont rengeteg dolgon túl van. Meldaganat. Sokan rettegünk ettől a történettől. Piroska viszont már át is élte. Szorítsunk, hogy teljes mértékben túl is legyen rajta. És úgy gondolom, hogy igazán ráfér az, hogy egy picit kényeztessük és átalakítsuk. A kemú miatt kihullott a haja, most már elkezdett visszanőni, viszont ahogy beszélgettem vele korábban, még nem érzi elég stabilnak önmagát, mint nő, úgyhogy bízom benne, hogy ezzel a kis kényeztetéssel tudunk neki majd ezen is segíteni, lendíteni, hogy a nőiességét, a női érzését is vissza tudja hozni, éleszteni saját magában. Perceken belül megérkezik Árpival, nagyon várom. Remélem, hogy ti is kíváncsiak vagytok, hogy hogyan sikerül átalakítani, és egyáltalán mi Piroska története. Izgulsz így az átalakítással kapcsolatosan? Igen, nagyon. Én nem is aludtam az éjszakán. Az élettársad is izgul, hogy mi lesz belőled? Mit lehet, kap vissza? Lehet. Nem lehet belőle olyan probléma, hogy hú, ez mennyi, vigyék vissza, és adják vissza a régit. Nem, szerintem nem. Remélem. Egyébként rád fér. Mi volt utoljára, amikor csak magaddal foglalkoztál, tehát amikor fodrás, minkes? Ja, még a betegségem előtt azért jártam fodrászhoz. Ugye nekem hosszú szőkehajam volt. Festett szőkehajam. De ez az igazi? Ez most már a saját hajam. Ez az eredeti. Ez már a saját. Tehát akkor utoljára mikor tudtál magaddal úgy foglalkozni, mint amit ma, amire ma számíthatunk? Több mint egy éve. Egy éve. Tavaly derült ki ugye az egész dolog. Most mindenképpen te vagy a főszereplő, ja. És egyébként önmagadnak is szerintem te vagy a legfontosabb. Csak nem volt időd magadra sokat foglalkozni. Az utóbbi egy évben nem volt időd, mert más prioritás volt, nem? Más fontosabb és még mindig, mondom. Mert még mindig az egészséget. Egy van, még három hét, két, az egészséget, az egészséget fontos. Igen. De azért az is fontos, hogy mit érzel itt belül, az agyadban mit érzel magadról. Mit tudsz mutatni a férjed, az élettársadnak. A páromnak, az is fontos, nem? Igen. Otthon is, amikor egyedül vagy, nem szoktál sokat tudni foglalkozni magaddal? Nem. Annyira leköt minden más? Nem is az, hogy leköt, meg már nincs hozzá, nem az, hogy türelmem. Tehát úgy mondom, már nem érdekel. Ezt itt az agyba kell eldönteni, mert ez egy nagy magyar, meg kelet-európai betegség. Tehát ha már túl vagyunk az 50-en baj, akkor igen. Már sem minden, és már nem érdekes. Nem így van. Jó, önmagadra most kell költeni időt. Igen. Tehát szeretet, az a kisugárzás nagyon fontos. Neked igen. Nagyon jó kisugárzásod van. Amúgy is. Igen, úgyhogy szokták mondani, főleg, hogy aki festem egy kicsit magam, vagy kis minket teszek magamra, akkor kicsit másképp nézek ki, de Azért bulikba, hogyha megyünk, vagy mit tudom én, akkor azért az ember kicsit ad magára, de de más mindig kell. Pedig régen úgy voltam, hogy ki sem mentem smink nélkül. Most mondjuk, csak egy kicsit kihúzom a szememet, hogy ne legyek ilyen kis sápatka, aztán ennyi igazából, igen. De most már úgy nem. Szerintem ez miatt a betegség miatt. Igen, de azért ezt valahol vissza kell hozni, valahol vissza kell állítani azt, hogy azért legyen idő magaddal foglalkozni. Igen. Ez is most erre szolgál. Én kívánom, hogy szép, amúgy is nagyon szép vagy, de még szebb legyél, és akkor lehet, hogy benned is sokkal több lesz a töltés, és neked benned is sokkal több lesz az önmagad iránti szeretet. Egyébként szereted önmagad? Nem. Főleg most. Szeresd meg, mert van mit szeretnél. Úgyhogy de még a szempillam sem, nem ilyen volt a szempillam, sem nőtt vissza teljesen. Tehát kicsit kisebb, meg ritkább lett a szempillám is. Teszünk műszempillát. Tényleg? Biztos. Szemöldököm se lett olyan, mint régen. Műszemöldököt is teszünk. Minden. De anyám, még a honlom alatt csinálja a szem. Ebből van egy igen. Egy, no. Nem, mi az oka? Jó dolog. Hát a sugár szerintem. Ja, sugárkezelés van. Szerintem az, meg a kemoktól. Hát azon most már túl vagy. Ezen már igen. Túl vagy, és teljesen meggyógyultál. Még vissza van a PET-CT-m, még lesz egy PET-CT-m, majd kb. 3-4 hét múlva. De akkor is. De még egy kezelésem van vissza, tehát ez még van. Ez is sokat hozzá fog tenni. Igen. Mert amit te magadról gondolsz, vagy magadról hiszed, az is nagyon sokat jelent. És hát ehhez sokszor a külcsín az hozzátartozik. Így van. Mert a külcsíntől, ha valakinek jó töltése van, akkor a belcsín is még szebb lesz, még jobb lesz a kisugárzás, tehát még többet adsz ahhoz, amit ezt hozzá tudnak tenni egy fizikailag, festésileg, meg műszempillailag, de a belső kisugárzással sokat fog jelenteni. Hello, Piroska!
De jó, hogy találkozunk. Szervusz! Piroska, hogy indult a mai napod? Mennyire izgultál? Mikor indultál? Nagyon izgultam, és most is. Reggel 6-kor keltem, 7-kor indultunk Szekszárdról, párom hozott föl. És izgulok tényleg, nagyon. Ugye nálad a kemó, a kezelések miatt egy külön kérdés volt, hogy mi az, amit szabad, mi az, ami nem. Mit mondott a hajfestésre az orvos? Szabad hajfestésbe belevágni? Azt mondta, igen, lehet. Próbát kell csinálni először, hogy nem okoz valamilyen irritációt, de azt mondta, ő szerintem mehet. Benne vagy mindenben? Igen, bármi igen, történjen is. Azért nagyon-nagyon fogunk rád vigyázni, tehát mindennel úgy készültünk, hogy biztosan ne okozzon problémát. Jó, köszönöm. Úgyhogy vágjunk bele, legyen ez a te napod. Köszönöm. Itt az ideje egy kis átalakulásnak. Jó, izgulok. A Szkeindor hegyvidék csapata már nagyon várja Piroskát, hogy átalakíthassa. Köszönlek. Hát akkor kezelésbe is veszünk gyorsan, jó? Veled a kozmetikai kezeléssel fogunk kezdeni, jó? Egy nagyon jó ráncszanyt, a hidratáló kezelést fogsz kapni, illetve szemöldök, szempillafestés, amire szükséged van, de természetesen a kabinban megkonzultáljuk, hogy te mit szeretnél még jó, pluszban, jó? Jó, szempillát nagyon szeretne. Hát akkor természetesen. Igen, mert alig van. Igen, megfestjük, és akkor tudod bármit, hogyha csak egy kis spirálozod, akkor is kétszer akkora lesz. Jó. Van nagyon jó kis szemspirálunk, úgyhogy igen. Úgyhogy ez az óhajod, sóhajod, az meg lesz, de meghallgatjuk, hogy van-e még esetleg valami más is. Hát igen, majd lesz szemöldök esetleg kicsit. Hát azt még nem szoktam festeni, de most ugye elég ritka lett. Egy kicsit megfogjuk, mert nem nagyon látszik, úgyhogy biztos, hogy megfestjük, kiszedjük szempilládat is, és aztán jöhet a nyugalom. Jó, rendben, köszönöm. Megkukucskáljuk Piroskát. Igyekszünk Piroska vágyait és álmait teljesíteni, de műszempillát nem merünk neki ragasztani, hiszen hátra van még egy kezelése, és nem szeretnénk, hogy esetleg a ragasztóanyag valami problémát okozzon. Viszont egy szépen kiszedett szemöldök, egy szépen megfestett szemöldök és szempilla sokat fog szerintünk dobni rajta. És talán ezzel egy picit az önbecsüléséből is tudunk valamit visszaépíteni. A szempilla és szemöldök festés után Piroska egy korrektív kezelést kap, ami hatékony alternatívája a plasztikai feltöltő kezeléseknek. Mert fokozza a sejtek újraépülését, lazítja a mimikai izmokat, ezzel jól hat a mimikai és a mély ráncokra is. Szóval Piroskát picit ránctalanítani fogja, és remélem, hogy fel is tölti. Nem csak a ráncait, picit a lelkét is. Mivel a szőkítés még túl drasztikus beavatkozás lenne Piroskának, ezért ezt semmiképpen nem tesszük. Nem tudjuk visszaadni neki egyelőre a szép szőke fürtjeit. Viszont megpróbálunk egy olyan színt találni, amivel ő is boldog lesz, és jól fog neki állni. Milyen volt a kezelés, Piroska? Nagyon jó volt. Nagyon jól éreztem magam. Mikor volt utoljára így időd magadra, vagy egyáltalán mikor volt szabad? Hogy hát az utóbbi több mint egy évben biztos, hogy nem. Igazából nem nagyon szoktam járni ilyen kezelésekre. Meg tudom számolni egy kezemen, hogy hányszor voltam ilyenen. Nem szereted igazán, vagy nem volt rá idő, pénz? Igen, ez. A pénz, idő, ugye dolgoztam, még ugye anyagilag is, ugye azért nem olcsók ezek a kezelések, amit gondolom. Nem tudom, hogy beszéltünk arról, hogy mennyi kemón vagy túl. Mennyi kemón? Már egész szép, hosszú. Igen, hát hetet kaptam. Ugye ebből volt 4 piros, az első 4 piros. A másik 4 lett volna, csak ugye hetet kaptam meg belőle, mert, vagyis hát 3-at kaptam meg belőle, mert felszívódott a daganat. És így nem kellett az utolsót megkapjam. Tavaly augusztusban volt a műtétem, a mellbimbómat vették le, illetve maga a daganat helyét vágták ki, illetve nyirokcsomót 2 vettek ki a bal oldalról, és utána hiszem egy hónapra rá, vagy 2 hónapra rá elkezdték az utókezelést, ami mai napig tart, és még egy vissza van. Ezt ilyen injekció formájában kapom combba, Herceptin a neve.
Ez ugye meggátolja ugye a kialakulást elméletileg. Hogyan tudtad meg egyáltalán, hogy daganat van a melledben? Mert mi nők sajnos szerintem nem figyelünk erre rendesen oda, tehát hogyha van tippet, hogy mire figyeljünk, akkor igen, azt hozd meg velünk. Hát ezt én vettem észre saját magamon fürdés közben, ahogy fürödtem, és ugye, hogy fürödtem, mostam, és úgy éreztem, hogy ott van valami, aminek nem kéne ott lenni, egy hatalmas csomót éreztem. Ez volt január, azt hiszem 14, ez egy hétvége volt, és a következő héten, hétfőn azonnal hívtam a mammográfiát Szekszárdon, és nézték ugye az időpontot, és akkor hát nem is tudom, hogy mikor akartak időpontot, és akkor mondtam, hogy ne haragudjanak, de nekem itt ez a csomó, mondom, ezt észrevettem hétvégén, nekem ez nagyon nem stimmel ott. Akkor várjon, és akkor arra a hétre még kaptam időpontot, hál' Istennek. Elmentem a mammográfiára, és azt hiszem két héten belül visszahívtak, hogy meg kéne ismételni, de akkor már tudtam, hogy baj van. Akkor volt ultrahang is, illetve akkor már vettek mintát is, és akkor mondta a doktornő ultrahangon, és azt mondta, jól sejtettem, hogy ez egy rossz indulatú daganat. Hát nekem ott nem is kellett, összeomlottam. Úgyhogy így kezdődött az egész dolog. És akkor ugye vizsgálatok, és akkor húgomék mondták, hogy semmiképpen sem maradjak Szekszárdon, és itt Pesten intéztek el a dolgot nekem. Dr. Újhelyi Mihály kereste meg a húgomnak a lánya Bianca, ő nagyon jó sebész, és ő általa kerültem be a Semmelweisbe, Dank Magdolna professzorasszonyhoz. És akkor így. Hogyan telt előtte az életed, és mennyit változott ettől az életed? Nagyon sokat változott. Ugye előtte teljes, tehát aktív életet éltem, dolgoztam, és még tavaly január-februárban még végig dolgoztam, úgyhogy tudtam, hogy mi a helyzet, hogy rossz színatú daganatom van, azt végigcsináltam, ugye, mert én gyárban dolgozok amúgy. És kiderült, akkor még dolgoztam még két hónapot, ugye akkor voltam vizsgálatokon, közben ugye szabit kértem, ugye elkezdett menni vizsgálatokon, szabadságot kértem. És amikor ugye elkezdődtek a dolgok, akkor mentem el egy húzamosabb táppénzre. Tavaly egész évben táppénzen voltam, és idén ugye az egyéves táppénz volt, tehát idén márciusban járt le. Akkor visszamentem dolgozni, de úgy, hogy sugár után. Nem, miért mentél vissza? Muszáj volt? Nem lett volna muszáj, csak én. Mondom, megpróbálom. Ugye az üzemorvos is mondta, hát, hogy biztos, hogy vissza akarok jönni. Hát mondom, igen, megpróbálom. Dolgoztam pár hónapot, még így, és nem bírtam. Igaz, hogy áthelyeztek egy másik részlegre, egy könnyebb munkát kaptam. Milyen munkát végeztél? Igazából egy ilyen gépen, ilyen hajlítógépen voltam, tehát Volkswagen. De nem fizikai munka, vagy egy kicsit fizikai? Hát igen, inkább az volt, igen, az volt. És most ugye átkerültem egy olyan helyre, ahol ülő munkát kaptam. Igazából nem volt nehéz a munka, de fárasztó volt, megmondom őszintén. Ugye kaptam közben kezeléseket, 3 hetente vizsgálatok voltak, ugye 3 havonta mai napig is, és visszamentem táppénzre, mert ugye kiírtak egy csomó ilyen rehabos dolgot, ami azt jelentette, hogy gyógytornától kezdve gyógymasszírozást, ugye a mellemet, ugye a csomókat, amik voltak még benne, azokat masszírozták ki, és így jelenleg is táppénzen vagyok még, és ami decemberig tart. Hát most ugye még egy kezelésem lesz, azt hiszem az október 3-án lesz, nem, november 3-án, bocsánat, november 3-án. Azóta sajnos ugye valahogy a memóriám sem olyan, mint volt régen, tehát ugye ez is szabadon jutnak eszembe, feledékeny vagyok, most a reumatológiára kell menjek, mert kijöttek ilyen reumatikus dolgok a kezemen, érzem, és ez minden ennek köszönhető, sajnos. Mi futott végig az agyadban, amikor megtudtad, hogy amikor biztos amikor lett? Amikor kijelentette a doktornő, hát ott sírva fakadtam, és nem akarok meghalni, de ezt így szinte ordítottam, amikor megtudtam.
És az az igazság, hogy anyukám a mai napig nem tudja. Ezt úgy csináltam végig, hogy anyukám elő lehet titkoltuk. Az a baj, hogy múlt hónap 29-én kapott egy szívinfarktust, de úgy, hogy ezt nem is tudja, hogy beteg vagyok. Valamit sejtett, mert gyárt parokát hordtam akkor. És ugye mindig mondta, milyen furcsa haja. Hát mondom, anyukám, mondom, fodrász, mondom. Csináltam, mondom, hát így sikerült. És mindig akarta tapogatni a fejemet, a hajamat, hogy milyen. És egyszer így hozzá is ért, és akkor így mondta, és érezt, hogy olyan furcsa a hajam. De nem beszéltünk soha róla, hogy mi a baj. Tehát, nem hogy most érzi-e, vagy nem. Épp ezért, mert féltettük, hogy nem éli túl. Akkor kapott volna a szívinfarktust, de olyan szinten, hogy akkor azt nem is élte volna túl valószínű. Ugye a hajad, tehát azt mondod, hogy parókát kellett hordani. Én el sem tudom képzelni, hogy mi lenne velem a hajam nélkül, mert hogy valahogy annyira... Ezt viszont ugye nehezen viseltem. Ugye elkezdett hullani a hajam a kemótól. És nekem tudni kell, hogy nekem hosszú, körülbelül olyan volt a hajam, mint a tiéd. Szőke, ugyanígy szőke, ugyan hasonló volt a hajam. És hát mikor csomóban jött már ki a hajam, és a párnámon tele volt hajjal, azt mondtam a páromnak, most vágjuk le a hajamat. És mondta, biztos, és ő kezdte el levágni a hajamat, és utána én géppel lenyomtam, letoltam. Magadnak? Igen. Sírtál? Igen. Igen. Hát ezt van pár képen tudok mutatni, de hát ez kegyetlen. Mély pont volt? Nagyon. Hát nekem nem nagyon volt rövid hajam, talán egyszer-kétszer, még ilyen fiatal koromban. Ugye mindig én is hosszú hajat szerettem, meg hát szerintem az is áll jól nekem. És teljesen megváltoztam. Tehát én szerintem én 10 éve öregettem, az a másfél, vagy már egy év alatt, tavaly óta. De élsz, és ez a legfontosabb. Én így van, és bízom benne, ez így is marad. Legalább még 20-30 évet. Helyes, jó a hozzáállás. Mit mondanak a legújabb vizsgálatok? Tehát nem tudom, hogy mikortól lehet azt mondani, hogy túl vagyunk a nehezén, hogy tünetmentes vagy. Igen. Hát ugye az orvosok azt mondták, hogy egy ilyen betegségre azt nem mondják azt soha, hogy gyógyult. Csak tünetmentes. Nekem vissza van még egy kezelésem, illetve a doktornő már folyamatban van még egy PET-CT, majd utána lesz egy PET-CT-m, ami ugye kimutatja, hogy reméljük, hogy nem lesz sehol semmi. Most már ez lesz a harmadik PET-CT, mert tavaly volt egy a műtét után, meg volt egy nem olyan rég, még nyáron azt hiszem, és ugye gondolom, hogy a kezelések után akarnak még egyet. De ugye most voltam szívultrahangon, ott is minden rendben van, ugye az a szívet is roncsolja. De hál' Istennek rendben van minden, illetve mellkasröntgent szoktak csinálni, meg hasultrahangot. Azt most már talán azt hiszem évente. De ott is rendben volt legutoljára minden. És eddig úgy tűnik, hogy minden rendben van. Így is kell hozzáállni, így de van. Azért úgy érzem, egy kicsit megtört ez meg, a dolog. Nagyon. Örökmozgó, vidám, mosolygós, fiatalos nő voltam, és azóta nem tudok annyira mosolyogni. Tehát egyfajtában az a baj, hogy ez pörög az agyamba. Tudom, hogy nem szabadna, mert próbálok kikapcsolni, de az agyam egyfajtában pörög ezen, hogy úristen, hogy túlélem, mi lesz, mikor jön ki. Tehát nem lehet, ezt nem tudhatom. Nem fog. Nem tudom. Fog. Tudom, így nem fog. Hozzá, hogy nem. Minden jól lesz. Van melletted valaki, aki segít azért, hogy ezeken a nehézségeken átjuss? Húgom nagyon sokat segített, illetve a családja. Tehát nekik köszönhetem, tehát anyagilag is ők támogattak engem ebben, illetve a párom, meg ott a fiam, 23 éves, hogy ők velem vannak. Hogyan telik egy napod? Hát ugye, most, hogy táppénzen vagyok, kicsit később kellek, azért valamikor már 7-kor fönt vagyok, valamikor előbb, valamikor kicsit később, 7-8 körül. Jelentem, hogy főzök, takarítok, ugye a házamunkat. Tehát egy pár hónap ezelőtt elkezdtem konditerembe járni az unokahúgommal.
Most megszakadt sajnos, mert ugye volt, hogy heti 3-4-szer kellett följöjjek Pestre a gyógytorna miatt, illetve ugye hát a kezelés is beleesett sokszor. Ugye, mert az 3 hetente pénteki napon van a kezelés, azt tudni kell. És most szeretnék visszamenni kondiba, mert ugye rákérdeztem a gyógytornászoknál, hogy azért mehetek, persze mehetek, csak nyilván nem olyan súlyokat nem emelhetek, persze, mint amit esetleg más csinálhat. De bele fogok megint kezdeni, úgyhogy illetve szeretnék jogát, hogyha van rá lehetőség, szexuálban úgy tudom, hogy van, hogy rákeresek még, és szeretnék jogát esetleg, amiben ki tudok kapcsolni. Hát az jó lenne, mert én most is látom rajtad, hogy az agyad az, nagyon, az ott pörög, és valahogy valószínűleg ezt kell megtalálnod magadban, hogy akkor is én vagyok az erősebb, piroska sokkal erősebb. Feszült vagyok, és ideges vagyok. De ne legyél feszült, és ne legyél ideges. Hosszú hajat sajnos nem tudunk neked varázsolni, de nagyon bízom benne, hogy egy olyan frizurát, amivel egy kicsit jobban érzed majd magad, az sikerülni fog. Hogy érzed a nőiességedet? Semmit. Nem érzek magam. Abszolút nem érzem magam nőiesnek azóta. Nem, egy pici darab húst veszítettél, tehát nem a nőiességedet, próbáld meg ezt. Csak az, hogy nem is úgy nézek ki, mint ahogy előtte néztem ki. Most persze nyilván nem úgy fogok kinézni, csak nem tudom, mennyi idő kell ahhoz. Sajnos azt hiszem, hogy másnak ugye haja dúsabban visszanő, göndören. Abba biztos legalább kis hullám, vagy most oké, hullám néha van benne. De nem, tehát hajam sem úgy nőtt vissza, mint ahogy... hogy másoknak esetleg egy ilyen dolog után, hogy göndören vagy hullámosan. De hát most majd ez egy másik piroska lesz, egy új típusú piroska. 2 pont piroska, 2.0, tehát igen. Próbálj úgy gondolni erre, mint egy esélyre. Persze. Tudom, hogy nagyon nehéz, de mind változunk, hát te megkaptál mellé még egy csúnya csomagot. Így van. Sajnos. De... hát együtt kell ezzel élni, más nem tudok csinálni. És bízom az orvosokban, bízok magamban. Én most megpróbálom mindent megtenni, hogy egy picit visszakapjuk a nőiességedet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szép lesz szájad is szerintem. Biztos. Szomorúnak tűnsz nagyon. Igen. Az vagyok. De hogyha mondjuk jó lesz az a következő eredmény, akkor az megnyugtat? Vagy az se fog megnyugtatni? Ez mindig bennem lesz. Na, nagyon nehéz, hogy hogyan tudnék segíteni, de tényleg csak azt tudom mondani, hogy egy picit saját magadba belül kell felszívni magad. Tudom, hogy... sőt, hát nem tudom azt mondani, tudom, mert ehhez nem tudom képzelni, milyen lehet az az érzés. Meg szerintem senki, amikor azt mondják, hogy hoppá, meg kell próbálni ezen túllépni, és elhinni, hogy ettől még nő vagy. Hát van egy párod, aki biztos értékel, akinek fontos vagy, és saját igen, magadnak is. Van, igen, mellettem van. Már mondhattam van azt is, hogy hát én ezt nem csinálom végig veled. De végigcsinálta. Végigcsinálta, persze. Mert megérdemled. Így van, hogy mellettem van még mindig. Most 10 éve vagyunk együtt, ugye? Mert ugye én elváltam a férjemtől, még 99-ben mentem férhez hozzá, és 13 évig én vele voltam, de ezt hozzá kellett, 21 évig voltam együtt vele, mert előtte még együtt voltunk 7-8 évig, és őt érte egy autóbaleset. Tehát 99-ben volt az esküvőnk júniusban, 99. november 1-én szültem a fiamat, és 99. december 17-én elütötte egy autó a férjemet, aki kómába került, és folyamatosan 5 hónapig volt ilyen kórházi kezeléseken, mire úgy helyre tudták hozni. Tehát agysérülés szenvedett, agyműtétje volt, sorozatos bal és lapockattörés, tehát neki újra kellett tanulni, járni, beszélni. Mindezt egy másfél hónapos kisgyerekkel. Úgyhogy azért az élet nem volt vele. Kaptál jó néhány pofont, azt így nem van. Mondhatjuk, hogy nem. Így van.
viszont a jó kedvedet meg kell találni, mert kell esélyként gondolj erre az egészre, hogy kaptál egy újabb esélyt, hogy boldog legyél. Így van. És Piroska megérdemli, hogy boldog legyen, de Piroskának saját magának kell egy kicsit boldognak lenni. Nagyon bízom, hogy egy icipicit hozzá tudunk most ehhez tenni, hogy mikor ma a nap végén a tükörben nézel, akkor elhit, hogy gyönyörű vagy, mert a lelked gyönyörű, és ez fog kisugározni, és nem a szomorúság. Jó, köszönöm. Szerintem szép lesz a hajad is. De hát figyelj, a következő... A vörös, az nem is tudom, mikor voltam, hogy én lányként voltam vörös. Ha megnő a hajad, igen, egy közös hajfestésben benne vagyunk? Simán. Jó, oké, és akkor együtt leszünk szőkék. Így van, jó? Tehát vissza akarom kapni a szőke hosszú hajabot. Helyes. Piroskát már sminkelik. Márti, milyen sminket kap Piroska? Hát ő azt mondta, hogy egy picit szeretne egyszer ilyen kis füstösát, úgyhogy most egy picit ilyen természetes, de azért kicsit árnyaltabb sminket fogunk neki, mert... Helyes. Szoktad magad egyébként sminkelni, Piroska? Igen, szemceruzát, szempiroskrémet, meg ilyen az a BB krémet szoktam használni. És ennyi, meg egy kis rúst. De minden nap? Nem. De majd most már. Most már női esedők, és most mindent. Van, amikor csak ugye elmegyek borba, csak éppen ugye a szem mellett festem ki alatt a ceruzával, hogy ne legyek olyan sárpa, tehát azért valami legyen. Eszünk valami finomat. Jó. És tudunk közben beszélgetni. Akkor egy kicsit szép hajra tudunk engedni. Eszünk, mert a fotózáshoz azért majd az kell, hogy legyen erőt, energiát. Jó, rendben. Voltál már vala a fotózáson? Nem. Húha! Még soha nem voltam. Akkor lehet, hogy lehet, hogy a hölgyem mindig a párom szokott ital. Fényképezni, úgyhogy nem. Jó, it's good. Hajad, sminket tetszik? Tetszik, nagyon jól lett, köszönöm, igen. Szempilla? Igen, van. Van, bőven, csak hogy elég-e neked. Igen. Piroska, azt mondtad, hogy a szőke hosszú fürdjeit hiányoznak igazán. Most mi azért picit vöröses barnára festettünk, de én most megígérem neked, amit fent is mondtam, hogy egy év múlva, mikor hosszú lesz a hajad, együtt fogjuk szőkére festetni, hogyha még mindig szeretnéd. Úgy legyen. Hiányzik a... Igen, hiányzik a hosszú hajam. És a szőke is? És a szőke is, igen. Pedig azt mondtam, hogy sose lesz szőke a hajam. Már nem szeretném. De így nézlek téged, és látom, milyen gyönyörű vagy, és azt mondtam, hogy igen, vissza akarom ilyen ezt a hajat. Egy picit azt éreztem, hogy mi beszélgetünk hajfestés közben, hogy szomorkás vagy. Most már egy picit jobb a hangulatod. Igen. Azt látom. Igen. A csajok is ott kicsit beszélgettek velem, igen, lekötöttek. Hát annyi mindenen túl vagy. Ugye most beszélgettünk az előbb a merrákról, a daganatról, de hát ugye nem ez volt az első csapás az életedben, hiszen egy rossz kapcsolaton is túl vagy. Így van. Igen, a volt férjem miatt, ugye ő, aki volt egy autóbalesete, és ő agysérülést szenvedett, és ebből kifolyólag kisfiammal elég nehéz éveket éltünk meg, 13 éven keresztül. Igazából úgy menekültünk el már előle, mert akkor is bántott minket, és azt mondtam, gyorsan, most megyünk. És így akkor zárt. És hát a válásom 5 évig tartott. De bántott titeket? Igen, bántott is, mint verbálisan, mint fizikálisan. Úgyhogy igen. Rendőrség ügyek is voltak belőle, igazából nem történt semmi, mert ugye úgy beteg, tehát egy agysérült. Hát ez oké, de hát te is ott voltál, mert amikor, igen, amikor elmenekültem a gyerekkel, igazából minden nélkül csak egy pár dolgot hoztunk el. Ami ott maradt cuccunk, azt úgy kellett kikönyörögjük, amit adjon. És a legtöbb ruhánkat, cipőnket azt szétvagdosta. Én egy autóval jöttem onnan el, ami az én nevemen volt. Igaz, hogy a baleseti pénzből lett véve, ugye, mert ő kapott ilyen kártérítést, mert egy postaautó ütötte el, és mivel neki a jogsiját bevonták, ez miatt, a baleset miatt, így nekem ugye jogsim
megmaradt, így én voltam a sofőr is, és ugye az autó nevem lett iratva, csak neki ez nem tetszett, de hát az autót azt el tudtam valamilyen oknál fogva hozni, és akkor igazából ennyi. Hát most azt mondod, hogy ennyi, de hány évig tartott ez? Ez 13 évig tartott. 13 évig tartott. Igaz, hogy előtte együtt voltunk már 7-8 éve, mert én végig hát gyűrűsmennyasszonyom voltam 7 éven keresztül. 99-ben volt az esküvőnk, júniusban. 99-ben november 1-én született a kisfiunk, és 99. december 10-én volt a balesete. És ez ilyen folyamatos 5 hónapos, 5-6, hát rehab, tehát kezeléseken volt ő is, hogy föl tudjon talpra, tudjon állni, illetve beszélni tudjon újra az agysérülésből, meg ugye a sorozatos bal és lapockatöréssel. Hát helyre jött úgy, ahogy, de hát sajnos visszamaradt ugye a bal agyféltekélyes sérült az idegközpontban. Így agresszív lett. Mert ugye mondta az orvos is, hogy kétféle ébredés van a kómából. Van az agresszív és van az alamuszi. És ő sajnos agresszívan ébredt. És miért tartottál akkor ki ilyen sokáig, hiszen a gyereked veszélyben volt, nem csak te? Tudom. Bíztam a javulásban, hogy felépül, és hogy minden jó lesz. Nem akartam a gyerekemet, hogy apa nélkül nőjön fel. Hát nem jött össze. Mit tudsz tanácsolni azoknak a nőknek, aki hasonló helyzetben vannak, mert nem küzdöttél túl sokáig, tehát nem tűrtél túl sokáig? De barátok is, nagyon sok barátom volt, és mondta, hogy meddig bírod még ezt. Munkatársaim is, ugye az iskolában dolgoztam még, a titkárságon, és igazából amikor a férjem helyre jött, akkor pár évre rá nálam jött ki egy ideg összeroppanás, és az iskolába kapott el. Tehát elkezdtem bőgni benne az irodába, és onnan vittek el az orvoshoz, és ott derült ki igazából, hogy ideg összeroppanásom van. Akkor ugye pszichológushoz küldtek, vagy pszichiáterhez küldtek, fölírt egy gyógyszert, amit elkezdtem szedni, és ugye azt mondtam, hogy nem. Tehát én nem vagyok beteg, szedj az, aki beteg. Letettem a gyógyszert, van nekem egy fiam, azt fel kell neveljem, és én kijöttem saját magamtól belőle. Jártam dolgozni, és kijöttem belőle. A tanácsom viszont az az első adandó alkalom, amikor a férj vagy barát, akárki, kezetem el a másikra, azonnal lépni. Hát ott nincs az, hogy várok, majd megjavul, majd jobb lesz. Nem lesz jó. Nem lesz jó. Ott már nem. Ott, ha valami egyszer megromlik, ott már nem javul. Onnan azonnal lépni. Ez tényleg komoly tanács azoknak, akik ilyen helyzetben vannak, mert mi nők hajlamosak vagyunk szeretetből, szerelemből azt mondani, hogy hát most csak most az egyszer eljárt a keze, most az egyszer üvöltötte le a fejemet, de nem így van. Tehát ha valakinek ilyen gondja van, az pakoljon, menjen, kérjen segítséget, ne várjon olyan sokáig, mint te. Igazából én már az utóbbi időben úgy aludtam, ugye külön szobában aludtunk, a férjem volt az emeleten, én ugye lent, a fiam a másik szobában mellettem, és mindig azt mondta, hogy nem élem meg a rengelt. Jézus Mária. Na, akkor ugye nekem volt ilyen hatalmas fotel, azt odatoltam a bejárathoz, az ajtóhoz, és én úgy aludtam. De bennem volt az, de jó ég, nehogy a gyerekemet csináljon valamit mellettem. Úgyhogy már úgy járkáltunk, hogy lassan emetett már lassan villanygyújtani, mert ő fejlámpával mászkált, mert ugye spórolunk. Tehát ő egy ilyen 1000 fordulatot vette teljesen, a személyisége, mindene megváltozott. Ő nem az az ember volt, akinek én hozzámentem. Teljesen más volt, teljesen kifordult magából. És nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy igazából, hogy helyre jöjjön, de egy idő után azt mondta, hogy nem akar több kezelést. Tehát ő nem jár már, ugye Pestre járt kezelésekre, és azt mondta, hogy neki nem kell, mert ő jól érzi magát. Csak ő azt nem vette észre, hogy a körülötte levő emberek. Ugyanúgy volt anyósom, még a posom, amik is beleszámítva, mert őket is bántotta szóval. De látod, ezt is megoldottad, erős voltál és tovább léptél. Most utolsó kezelések, és biztosan minden rendben lesz. Így van. Most
picit azzal kell törődni, hogy visszaépítsd a saját kis lelkedet és a mélységedet. Mert az a nő, aki ilyen kemény dolgokat megtett, azt magát elhanyagolta, de most itt az ideje, hogy te legyél az első. Van egy csodálatos párod, aki biztos, hogy úgy szeret, ahogy vagy, és mindenben támogat téged. Úgyhogy el kell hinned, hogy szerethető vagy, mert amit én megismertem belőled, meg amit most beszélgettünk, te egy kicsit zárt virágszál vagy, viszont hihetetlen sok érzelem van benned, és nagyon sok szeretetet adsz. És igyekszem. Magadat is meg kell tanulni újra szeretni, mert szerethető vagy, nagyon is. Köszönöm. Meg komolyan mondom, de tényleg egy picit hidd el, hogy ez neked jár, a boldogság. Uh-huh. És a szép élet. Igen. És jövőre a szép szőke haj. Így van. Szép hosszú szőke haj, így van. Lepacsizzuk a kés. Köszönöm. Igen. Úgyhogy bízom benne, hogy innentől már csak jobb lesz. Ez 100%. És ez úgy is lesz, mert másképp nem történhet. Most fogunk egy finomat ebédelni nélkülük, hogy ne kelljen szépen ennünk elnézést mindenkitől. Viszont utána elmegyünk egy fotózásra, és bízom benne, hogy amikor majd azokat a képeket meglátod saját magadról, amit az én Mirtő barátnőm, aki fotós készít rólad, akkor rá fogsz jönni, hogy mennyire csodálatos vagy. És hogy ez mind ott van benned. Bízom benne. Bízom bennetek. Magadba. Hát magamba is kéne, igen. Igen, kicsit több önbizalom kéne. Pont az jó, hogy olyan huncut, hogy oldalolog egy kicsit a szemed elé. Piroska teljesen természetesen kicsit feszeng a kamera előtt, hiszen nincs hozzászokva, hogy fotózzák, ilyen hatalmas lámpák villogjanak, így mindent megteszünk, hogy egy picit sikerüljön lelazítani. Itt a túloldalon eléggé konkurencia szagot érzek. A veszélyben na, érzem a karrieremet. Hajó, a profitra én csak itt. Trivizek. Kicsit mosolygunk, nem örülünk, nem gyilkolunk. Azaz. Nagyon jó. Póz, ez nagyon-nagyon szuper. Még annyi van, hogy itt a hajad. Igen, az nekem tetszett, de most maga csináljuk, hogy nem lóg oda neki, jó? Igen, mert itt nagyon már belelógott neki a szemügyet. Hogy a szép legyen. Kicsit olyan bárhogó is lett, nem? Igen. Tényleg olyan van, mint egy bárhogó. Ez nagyon jó, ez nagyon jó kép, ezt elkapom. Csiket? Jó, és annyi, hogy mindig az én kamerámban nézünk, ezt az esküvőn is eljátszák. Piroska átalakításához a ruhákat Holt Krisztina, az Elite Butik tulajdonosa biztosítja nekünk. A táska megvan. Hú, és kell egy kabát is még, mert azért hideg van. És ahogy olvastam a Piroskának a levelét, azért ő sokat utazik, és az fontos, hogy legyen neki egy nagyon jó kabátja. Vacilálok a táskán, mivel mondta, hogy ő sokat utazik busszal, vonattal, úgyhogy szerintem színben ez nagyon megfelelő. De lehet, hogy én egy hátizsákot fogok neki választani. A szerelését vonatkozóan pedig ő azt mondta, hogy sportosan öltözik, és én azt gondoltam, hogy megmutatom neki, hogy lehet sportosan öltözni, de úgy, hogy azért az elegáns is legyen, és nőies is legyen. Jön a karácsony, nekem ez az egyik kedvenc nadrágom, ez is szerintem egy nagyon jó szerelés tud lenni, meg ahogy elképzeltem az arcát, a haját egy ilyen zölddel, szerintem ez nagyon jól áll neki. És gondolkozom még pirosan, és mindenféleképpen, mivel azt mondta, hogy ő sportos, azt gondoltam, hogy egy zakót fogok ráadni, mert szerintem, ahogy rajtam is van, mégis olyan elegánsak vagyunk, de egy zakó úgy dob rajtunk, és mégis ilyen nőiesek vagyunk. Úgyhogy ezt szeretném a Piroskának végül is bebizonyítani. És amire gondoltam még, egy szint jutott az eszembe, hogy ilyen egy kicsit erősebb színeket fogok ráadni, mert szerintem neki most kell az életébe egy kis boldogság. Úgyhogy mi nők tudjuk, hogy imádunk vásárolni, és hogyha valami színt találunk, vagy egy jó puha anyagot, vagy egy jó kabátot, egy jó minőségű kabátot, nekünk már ez a napunk, az annyira boldog, hogy el se tudjuk mondani. Készültem neked még egy meglepetéssel. Igen? Azt mondtad, hogy ez nagyon jól sikerült, és hogy magadtól soha nem vettél volna föl ilyen színes szállítást. És ugye, ahogy leírtad, és ami információt kaptam rólad, azt mondtad, hogy olyan sportos csaj vagy, és hogy igazán a bakancsokat szereted. Hát ezzel a bakancsal ezt szerettem volna megmutatni neked, hogy egy bakancs is tud egy kicsit nőies lenni. És ezt, amikor megláttam az arcodat, akkor
ezt a zöld színt képzeltem el neked. Jól érzed benne magad? Igen. Nem van ott. És készültem még egy meglepetéssel neked. Ezt felpróbálod? Na, mit szólsz hozzá? Nagyon csinos. Sportos. Így van. Nőci. Elegáns, sportos is. Igen, igen, igen. Hú, valaki már a karácsonyi partira öltözte. Igen, igen, igen. Igen, megigazítom oda. Igen, arra gondoltam, hogy egy picit alkalmit is szeretnék adni, nem csak hétköznapi ruhát, amit majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy mire gondoltam rá. Ez egy bőrnadrág. Igen. Szeretnél volna igen. Ilyen bőrnadrágot? Nagyon szív. Úgyhogy ezt mindjárt felpróbáljuk. És ez is azt mondom, hogy a hétköznapokban abszolút jól viselhető, teljesen gumis, jó a dereka, és szívbe kicsit megnyomtalak. Ez legyenek színek rajtad, jó? És még tartogatok egy meglepetést, mivel tudom, hogy szabad mondani, hogy még kezelésekre jársz, és fontos neked az, hogy praktikus, hogy hogy öltözöl, meg hogy hogy utazol. Szeretnék neked egy kabátot adni, ami színben nagyon jól illik szerintem a szerelésedhez. És az útra, hát adhattam volna egy ridikül, de szerintem neked hasznosabb egy hátizsák, amiből le tudsz egy innivalót is rakni. Hát látom, felvetted a színes szettet. Hogy tetszik? Nagyon tetszik. Jól érzed benne magad? Igen. És a bőrnadrág? Az is. Az is abszolút beleillik akkor a ruhatáradban. Nagyon örülök. És akkor azt néztük, hogy teljesen összhangban van az apoddal, tehát tudod a kockás nadrággal is variálni. És ugye mondtuk, hogy a hátizsákot azt jól ki tudod használni, és akkor vedd fel még a kabátot is. És abszolút színben vagy, és ahhoz, amit a hétköznapokban használsz, és amire szükséged van, hogy érzed magad? Nagyon jó. Jól? Igen? Jól van. Kezdjük egy kabát nélkülibe. Annyira belejöttél a fotózásba, hogy már semmit nem kell mondanom. Jó, ide rakjuk a két kis kezet. Nagyon szuper. És akkor egy nagyon-nagyon sok szeretnék kérni. Ezzel a kétszett ruhával, úgy láttam, hogy vele találtam, és hogy jól érezted magad. Szeretném neked adni ezt a kabátot, hozzád egészséggel. Szerintem a táska az igazán praktikus lesz, és hát ugye itt volt a zakó, ami ehhez passzol, itt van a gyönyörű bársony felsőd, ezen a picit karácsonyias hangulatban, egy picit oda kerülök én is a fa alá, úgyhogy a szeretetemmel használd egészséggel, és tényleg sok erőt még a hátra lévőhöz, de hős volt és harcos. Köszönöm. Hát és jön még egy. És hogy legyen még a fa alatt más is. Sok szeretettel adom oda ezt neked. Nagyon ebben, hogy köszönöm. Egy kicsit utóápolni tud magad, a testedet, az arcodat és mindenedet. Fogad sok szeretettel. Nagyon jó? Szépen köszönöm. Mi is. Örülünk, hogy itt voltál. Köszönöm. Kíváncsi vagyok, hogy érezted végül is magad, mert én csak reménykedem benne, hogy nagyon jól éreztem magam, kicsit kikapcsolódtam ebbe a mókuskerékbe, tényleg a mókuskerék, hát igazából én otthon vagyok, tehát nagyon most mókuskerék nincsen, de hát ugyanaz van mindig, minden nap. És kicsit kimozdultam a Én úgy látom, hogy ez a szín, ez a haj, vagánynet, nőies és elegáns, úgyhogy majd meglátod, hogy ha újra festetted a hajat szőkére, akkor lehet-e szőkére festeni. Én abban bízom, hogy tényleg fel tudtunk tölteni ezzel a mai nappal, és adtunk egy pici erőt, hogy ezt a dolgot ugyanúgy, mint a régi rossz kapcsolatot, már csak a múlté. Így lesz. Legyen. Így lesz. Nagyon szépen köszönjük. Mi köszönjük, hogy velünk voltál ma. Ölelünk mindannyian. Nagyon szépen köszönöm, nagyon tündériek vagytok. Mi köszönjük, hogy megosztottad velünk a történetet, és erőt adtál nekünk. Úgyhogy, hölgyeim, ez volt a mai átalakításunk. Megismertünk ismét egy fantasztikus hölgyet, akinek bízom benne, hogy sok erőt tudunk adni. Amit azért nem mondott, hogy folyamatos fájdalma van, amivel biztos, hogy nem könnyű együtt élni. De ha tanácsot adhatunk, az egyik legfontosabb ugye az önvizsgálat. Így van. Önvizsgálat, orvoshoz menni, és küzdeni, ahogy itt ez a vagány. Hölgy mellettem. Puszi, ölelés mindenkinek. Kíváncsi vagyok, mit szóltok az átalakuláshoz. Elég ügyesek voltunk. Puszi!